Szia, Gábor! Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit innen a BMC koncerttermében a Csalog vasárnapok 2021. április 11-i alkalmával, és hát nagyon reméljük, hogy ez az utolsó olyan alkalom, amikor csak ketten ülünk itt a teremben, bár nagyon jól érezzük magunkat így is, de őszintén szólva azért hiányzik a közönség. Az iménti percekben Liszt Ferenc egyik utolsó zongoradarabját, az En rêve, vagyis Álomban című 1885-ös darabot hallottuk, amelynek az alcíme, vagy műfaji megjelölése a szerzőtől az, hogy Nocturne. És ugye a mai koncert témája az éjszaka zenéi. Te egy éjszakai ember, vagy egy bagoly? Hát szeretnék az lenni, de aztán valamikor el kell aludni az, hogy elkezdjem a napot másnap. És álmodni szoktál? Ha jó formában vagyok, akkor igen. És emlékezni is szoktál rá? Ha minden jól megy, akkor igen. És ez így inspirál valahogy, vagy van olyan, persze, amikor megálmodsz? Persze, fontos, egy... fontos dolog, nem mindig sikerül. Ugye ez az álomszerű karakter ennek a darabnak, ez egy hosszú hagyománynak a képviselője 1885-ben már. A Nocturne hagyomány, az ugye a század elején indul el, ez a bizonyos zongora Nocturne, és hát majd látni fogjuk, hogy persze még korábbra vezet vissza. A 1859-ben Liszt Ferenc közreadta John Field, az ír zeneszerző néhány nocturnjét, és írt egy előszót hozzá, amiből hadd olvassak fel egy részletet, mert azt gondolom, hogy nagyon jó kiinduló pontja lehet a beszélgetésünknek. Szóval Liszt a következőket írja John Fieldről, aki a Nocturne, zongora Nocturne, a romantikus zongora Nocturne, mondjuk az, hogy feltalálója volt, vagy hát legalábbis az ő nevéhez kötötte a hagyomány ekkor már ezt a műfajt. Szóval azt írja Liszt, hogy akár komponál, akár zongorázik, Fieldnek egyetlen célja van, hogy legbenső érzéseit kifejezze a saját örömére. Nem lehet elképzelni ennél zavartalanabb közömbösséget a közönség iránt, mint ami őt jellemzi. Anélkül bűvöli el közönségét, hogy tudna róla, vagy vágyna rá. Szinte mozdulatlan testtartása, kifejezéstelen arca figyelemre sem érdemes, a pillantása sem mozdult. Nem volt nehéz rájönni, hogy számára a közönség nem más, mint ő maga. Nyugalma majdhogy nem álmosító volt, és sem megzavarni, sem hatással lenni nem lehetett rá azokkal a gondolatokkal, amelyeket a játéka keltett a hallgatóban. A művészet önmagában elegendő volt számára, bármiféle áldozat jutalmául. Field csak magának énekelt. Nekem azért eszembe jut az, hogy ez ahogy leírja Fieldet, amint önmagának zongorázik, nekem akár ez Csalog Gáborról is szólhatott volna, szóval, hogy... De nekem inkább Chopinről szól. Nem tudom, hát nekem is fura viszonyom van a közönséggel, de minden esetre biztos nem véletlen, hogy Chopin felfedezte Fieldet, és a nyomába lépett a Nocturne-ökkel, mert ez Chopinre nagyon jellemző, amit Liszt leír Fieldről. Igen, ugye az is nagyon érdekes ez a műfajnak ez a befelé forduló, vagy szóval, hogy ez a nagyon magának való jellege. Én néha azon gondolkozom, hogy ugye ha az ember végignézi azt, hogy a zene fogyasztása milyen módon változott meg, és hogy ugye ma nagyon sokan hallgatnak zenét úgy, hogy senki más nincs a szobában, de ráadásul ők sem zenélnek, hanem egy fülhallgatóval, egy fotelben ülve hallgatják a koncertet, vagy biztos most is vannak ilyenek. Ugye nagyon sok olyan zene van, amitől ez a fajta zenehallgatás borzasztóan idegen, de pont a Nocturne az szerintem nagyon illik ehhez a fajta 20. század végi, vagy 21. századi Hát ezt mondják ma meditációnak tulajdonképpen, vagy hát egy fajtája a meditációnak. Igen, és ugye ami nagyon érdekes történetileg, hogy egyrészt nyilván ez a fajta zenélés, ez mindig létezett. Tehát, hogyha az ember, nem tudom, visszamegy a 16. század végére, akkor nem tudom, a Dowland zenéje az nagyon hasonlóan introspektív zene. De közben a Serenád, ami ugye ezeknek az éjszakai zenéknek az alapja, az a 18. században egy szabadtéri, bizonyos értelemben közösségi műfaj volt, illetve annyiban biztosan, hogy ugye általában szólt valakihez, és valaki Igen. adta azt a bizonyos szerenádot. És hát ugye maga a szó is, hogy szerenád, illetve Nachtmusik, a német megfelelője, ez ugye mind az éjszaka szóból ered, vagy ugye a Nocturne is. És érdekes, hogy
A 18. századi szerenádok és a Field és aztán Chopin-féle nocturnök között volt egy köztes műfaj időben, 1800 körül nagyon népszerű volt a vokális notturno, és a vokalitás az ugye ebből a Liszt szövegből is kiderül, hogy ugye Field magának énekel, miközben hát ugye nyilvánvalóan zongorázik, és azon gondolkoztam, hogy hát most végül is a műsorban nem került bele, de ugye Lisztnek van három olyan nocturne, ami minden egyéb nocturnél ismertebb, ugye a szerelmi álmok. Az eredetileg három dal volt, vokális műfaj, és átemelt a szóló zongora területére, és Notturno címen jelentette meg őket. De persze azért ezek a műfaji címkék is nagyon, hogy mondjam, mozgékonyak, mert azt lehet tudni, hogy John Field, aki a műfaj megteremtője, ő Írországban született, és aztán évtizedeket élt Szentpéterváron, és az ő első három nocturne, az így jelent meg Szentpéterváron 1812-ben, hogy három nocturne, de amikor három évvel később Lipcsében is megjelent, akkor ott három románc címen adták közre. És azért azt gondolom, hogy ebből a korszakból szóval ez a románc, nocturne, impromptu, nem tudom, hát Schubertnél is akár találhatnánk nocturne-szerű impromptu. Igen, de Chopinnél is keverednek ezek a műfajok. Igen, én azt hiszem egyébként, hogy ez a műfajokhoz való ragaszkodás, ez egy ilyen késő 19. századi, 20. századi betegség, tehát ugye mindaddig a műfaji címkék nagyon amőba-szerűen működnek, amíg egy élő hagyományról Igen. van szó, és akkor merevednek le, amikor aztán, hát a, hogy mondjam, eljár felettük az idő. Mielőtt meghallgatnánk egy Field nocturne-t, mert azt ugyan a koncert részben majd, ugye most beszélgetünk, aztán a szünet után lesz a maga a koncert, ott végül is Fieldet nem játszol, de abban maradtunk, hogy azért valami Field hangozzon el, már csak a tiszteletadás jeleként is. Egy részletet hadd olvassak fel Tolstoj háború és békéjéből, ugyanis a háború és béke egy pontján egy Field nocturne felbukkan. Érdekes egyébként, hogy nem zongorán játsza az illető, hanem hárfán. Ami nem egészen világos, hogy hárfán hogy lehet ezeket a nagyon zongoraszerű futamokat eljátszani, de azt gondolom, hogy gyönyörűen megragadható ebből a Tolstoj részletből, ugye egyébként ugyanígy az 1810-es, 20-as években játszódik ugye maga a történet, amikor Field nocturne-jeit írta. Szóval, hogy gyönyörűen megragadható az a közeg, ahogy ezeket a darabokat hallgatták. A következőképpen szól a részlet. A pamlagos szobában folyó beszélgetések közepette egyszerre belépett Dimlers, odament a sarokban álló hárfához, levette róla a takarót, mire a hárfa egy hamis hangot adott. Eduard, játssza el kérem az én kedvenc nocturnömet Fieldtől, szólt át az öreg grófné hangja a fogadószobából. Dimler fogott egy akkordot, és Natasához, Nikolájhoz és Szonyához fordulva így szólt, gyerekek, csönd legyen! Hiszen csak filozofálunk, mondta Natasa, egy pillanatra körülnézett és folytatta a beszélgetést. Akkor éppen az álmokról volt szó. Dimler elkezdett játszani. Natasa lábújhegyen nesztelen léptekkel odament az asztalhoz, fogta a gyertyát, kivitte, s visszatérve megint leült a helyére. A szobában, de különösen a pablagon, amelyen ültek, teljesen sötét volt, de a nagy ablakokon keresztül rávetődött a padlóra a telihold ezüstös fénye. Tudod, úgy elgondolom olykor, mondta Natasa suttogva és közelebb húzódott Nikolájhoz és Szonyához, amikor Dimler már befejezte a nocturne, de még mindig ott ült a húrok közt babrálva, és nyilván nem tudta elhatározni, vajon elhallgasson, vagy pedig valami újat kezdjen, hogy amikor az ember úgy emlékezik, végül már annyira belemerül az emlékekbe, hogy még olyasmire is emlékszik, ami akkor történt, amikor az ember még nem is volt a világon. Részlet volt John Field F-dur nocturnjéből. Végül is te miért nem játszol Field nocturnt a koncert részben? Hát nagyon csúnya dolog ilyet mondani, de nem
nem igazán jó zene ez. Tehát valószínűleg akkor nagyon fontos volt valamilyen szempontból, és divatos volt. Meg lehet érteni, hogy miért, de hát a zenei értéke azért nem éri el a mondjuk a másodosztályt sem, talán. Lehet egy nagyon jó harmadosztály. Meg igen, kicsit ilyen Chopin light. Nagyon light. Vagy diet Chopin, vagy nem tudom, nagyon szóval. Light. Igen, ugyanakkor az ember vagy megérti ebből a Tolstoj szövegből, hogy szóval ott ül az ember a szobában. Az ott van. Igen, és ez az álmodozom, besüt a holdfény, szóval igen. Ez egészen csodálatosan megjelenik benne, és azért érdemes abba belegondolni, hogy itt az 1810-es évek elején járunk, amikor hát ugye még a Beethoven a hősi korszakba tartozó műveit komponálja, szóval ugye a Ötvös Péter mondta a Jenei Zoltán temetésén, hogy háromféle zeneszerző van, van a felfedező, a hódító és a teremtő, és ugye a felfedező, aki egy új területet fedez fel, és aztán jönnek a hódítók, akik ott hát berendezkednek, igen, és szóval, hogy azért ennyit szerintem megért Fieldnek a megidézése. De most ez az éneklés a zongorán, ugye ez sok értelemben van jelen, Fieldnél is, meg Chopinnél is, meg akár Lisztnek ebben a nocturnjében is, szóval az is egy nagyon, nagyon éneklő zene. Egyrészt ugye a maga a felrakás, tehát ez a dallam kíséret, azt hiszem, nem ez az egyik fontos vonás. A másik pedig az operai bel cantóhoz való kapcsolódás. Szóval nem csak abban az értelemben, hogy rengeteg olyan eszközt használnak ezek a zongorista zeneszerzők díszítményeket, ami a vokális zenéből jön, hanem akár vannak ilyen pillanatok Fieldnél is, Chopinnél is, ahol megáll a zene, ott van egy fermáta, ugye egy korona, ami a korabeli áriákban ugye azt jelenti, hogy na akkor most ott megáll a zenekar, és az énekes improvizál. Szóval mutatnál egy ilyen példát, mert azt gondolom, hogy ez nagyon szépen mutatja, hogy hogyan lehet átemelni egy ilyen operai gesztust a zongora zenébe. Kidíszíti énekes módra. Méghozzá ilyen nagyon könnyű hangokkal, ugye jó énekes ott fönt abban a regiszterben a díszeit nagyon finoman. Igen, hát ugye ez ugyanennek a Field Nocturne-nek volt a közepe. Igen. Mutass most egy Chopin díszítményt. Igen, hát szóval most ez a merénylet a Field ellen, hogy megmutatjuk, hogy a Chopin ugyanebb ilyenfajta díszítésekkel mit tud, akkor mindjárt kiderül, hogy ki a jobb szerző. Ez most a Fizdur Nocturne-nek egy részlete lesz. Az utolsó pillanatokat egy jazzzongorista is megirigyelhetné, szóval elképesztő. Igen, szóval hát ez a díszítő művészet egyik csúcsa a zenében. És aztán Chopin ugye több ilyen darabot írt, és valószínűleg azért nem ez volt a legfontosabb benne, szóval a későbbi darabjaiban egyre kevesebb van, de hát ez egy fantasztikus stílus. Igen, de most ugye a díszítés az nyilván csak egy kapcsolódása ehhez a nagy bel cantó hagyományhoz, ami ugye akkoriban az 1810-es évektől kezdve volt rendkívül népszerű, és ezt szerintem elmondhatjuk a közönségnek, hogy sokat hezitáltunk, hogy játsszál-e egy opera ária részletet zongorán, minthogyha az egy nocturne volna, és először azt mondtad, hogy persze, aztán azt mondtad, hogy lehet, hogy mégsem, aztán utána úgy döntöttünk, hogy azért csak hangozzon el. Ráadásul egy igazi slágerre gondoltunk, a berlini
Norma című operájából a Casta Diva kezdetű áriára, illetve hát annak a jelenetnek ugye a cavatinájára. Én nagyon örülök, hogy végül is úgy döntöttük, hogy eljátszod, mert nagyon nocturne-szerű abban a pillanatban, ahogy nem egy énekes játsza, vagy énekli zenekari kísérettel, hanem te. És valahol a dallamépítkezés ugyanaz, ez a, az ember nem tudja, hogy hova fog tovább menni, nem van egy ilyen áradás, vagy nem tudom ezt, hogy tudnám megragadni. Szóval az énekes lélegzése az egy ilyen nagyon jól eső és egyszerű lejtésbe van ágyazva. Tulajdonképpen ez a nocturne-ök, a zongora nocturne-öknek is egy fontos tulajdonsága általában. Most itt az a baj, hogy ez egy nagyon híres ária, és hát általában nekem például a Kálasszal van teljesen a fülembe, és amit én elkezdem játszani, ez nem olyan lesz, úgyhogy ez csak arra jó, hogy eszünkbe jusson. És sokkal jobb, mintha énekelnénk. Nem tudom, te milyen énekesekkel szoktad hallgatni ezeket a belkántókat? Mert ugye a Kálasz a legfantasztikusabb énekes, de nagyon drámai, tehát talán ehhez a finom könnyűséghez képest egy van benne valami túl. Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye az az érdekes ezzel a belkántó hagyománnyal, ami ugye Rossini, Bellini, Donizetti világa, tehát ez 1810-es, 20-as, 30-as évek, hogy már az 1850-es években, amikor már Donizetti is, meg Bellini is halott volt, de Rossini még mindig élt, pedig ugye ő abba hagyta az opera komponálás már évtizedekkel korábban, akkor a Rossini állítólag egy vacsorán azt mondta, ezt valaki fejezte, hogy hát bizony már senki nem tudja ezt a belkántó stílust. Tehát nem arról van szó, hogy már a Kállász nem tudta, hanem már a Kállász előtt 100 évvel már a Rossini szerint senki nem tudta. És én, az az igazság, hogy én nekem nagyon tetszenek azok az előadások ma, amelyek a barokk felől érkező énekesek. Leznyeva például. Így van. Hát egy fantasztikus, olyan könnyűsége van a hangjának, igen, és ez a finom. Igen, és nagyon érdekes, mert én nemrég tanítottam egyébként pont általános zenetörténet órán a Casta Divát, és akkor én ott a Cecilia Bartoli felvételt mutattam, és ott az egyik diák mondta, és hát, hogy ő neki ez nagyon nem tetszett. Aha. És akkor az emberben úgy fölmerül a kérdés, hogy vajon nem azért nem tetszik-e, mert a Callas és a nem tudom, Montserrat Caballé, és hát hosszan lehetne sorolni ezeket a fantasztikus 20. századi énekesek, annyira beégetik a tudatba. Miközben ezek a nagyon drámai, nagyon súlyos hangok szerintem nem feltétlenül illenek pont az olyan nagyon finom díszítményekhez. Igen. Nekem ez az orosz, hogy mondod? Leznyeva. Leznyeva. Hát ő fantasztikus, szóval egy ilyen könnyű hang. Igen, és egészen mássá válik, azt hiszem, ez a belkántó stílus. Ugye a nehézség a dolognak az, hogy ugye, ahogy fokozatosan haladunk előre az időben, és egyre nagyobb operaházakban adtak elő egyre nagyobb zenekarral kísért operákat, és ezeket a belkántó operákat is ilyen együttesekkel játszották, egész egyszerűen kénytelenek voltak az énekesek a hangjukat egyre erősebbé tenni. Hát ez kicsit hasonló, mint egyre nagyobb zongorák, egyre több közönség, és akkor már nem arról van szó, mint Chopin. Pontosan. És az az érdekes szerintem, hogy bizonyos értelemben akár egy Rossini is szerintem sokkal jobban megérthető Mozart felől, mint Verdi felől. Mm-hmm. Tehát egész egyszerűen egy más közeg. Igen. Jó, akkor azért hallgassuk meg nocturne-ként a Casta Divának az elejét. Hosszú még. Igen,
Ugye az is egy érdekes kérdés egyébként, hogy ezek a zenék, mármint ezek a belkántó áriák, ugye egyrészt végtelenül egyszerűek, hát elindul egy hármas hangzott felbontás, de valahogy olyan hatást gyakorolnak az emberre, hogy, és ugye ez, én nem tudom, én mindig azt érzem, hogy valahol a zenetudománynak mindig az ilyen típusú zenéknél lehet kitapintani a határait, szóval, hogy nem tudok rá magyarázatot adni, hogy mi történik benne. Mert egy Beethoven szimfóniát az ember elemez, egy Chopin Nocturne-t is egyébként, mert a Chopin ugye kilép ebből, szóval, hogy megemeli, vagy szóval átemeli ebbe a, nem tudom én, intellektuális német kultúrába ezt a nagyon érzéki műfaj, de hogy itt valahogy az érzékiségnek van egy olyan szerepe, ami mindent elmos. Tehát egyszerűen, ugye egyébként a Stendhalnak a Rossini könyvében vannak erről gyönyörű mondatok, hogy ezt a fajta zenét, ezt nem kell érteni, ezt érezni kell. És hogyha sírok, akkor jó hang. Nevetek, akkor jó. Hát itt az is van, hogy akkoriban könnyű zene, meg komoly zene, az ugyanaz volt, tehát nem volt olyan, hogy ez volt a könnyű zene, és ez számunkra is, ma is élvezhető könnyű zene. Igen, de közben meg valahogy mégis az ember elkezdi elemezni, mert mondjuk én nem tudok ellenállni neki, hogy megnézegessem, hogy működik egy ilyen kasztadiva dallam, és elképesztő, hogy van fölépítve, szóval, hogy hát persze, hát emeli igen. És viszi hát a csúcspont a maga módján felé. Nagyon jó szerző a Berlin. Igen. Na most egy pár szót azért érdemes arról beszélni, hogy ha azt mondjuk, hogy éneklés a zongorán, ugye a Field is énekelt a zongorán a Liszt szerint, és ez egy ilyen nagyon vokális műfaj a Nocturne. Ugye ez azért egy illúzió, nem? Hogy az ember egy dallamot olyan fajta legátóval tudjon létrehozni, mint hát egy énekes. Illúzió is, tehát van egy praktikus része, ami nagyon fontos része a zongorázásnak. Hát ez nagyon egyszerű dolog, hogy az ember, amíg a következő hang nem jön, addig ott tartja az ujját az előzőn. Tehát, hogy összeköt két hangot. Persze ezt ezerféle módon lehet csinálni, de hát ez csak a praktikus része, tehát a nagyobb része az tényleg illúzió. Tehát az, hogy itt az éneklés módjának a lélegzését is át kell venni az előadónak, és a lejtését is. Tehát a szerző is, amikor egy legátó dallamot ír, akkor ezt a fajta lejtést, lélegzést belekalkulálja, és hát ezt kell valahogy megérteni az előadónak is. És ez nem csak az ujjam, ami ugye összeköt két hangot, hanem az egész testem, meg hát főleg az belső elképzelés. Tehát ez lenne a lényege. Meg fordítva is igaz, hogy néha úgy kell összekötni két hangot, hogy nem tudom összekapcsolni az ujjammal, mert lehetetlen, tehát olyan egyéb hangokat is játszani kell, és ott derül ki, hogy az illúzió kell, hogy még erősebb legyen. Igen, és sokszor ugye a két fontos hang között van két oktáv, mondjuk. Igen. Vagy hát mit tudom, én ilyen dallam Kurtágnál is, de... Igen, de én pont ez jutott eszembe, hogy a Kurtágnál vagyunk, aki egy kromatikus menetet szétírsz nem tudom hány oktávba, és mégis annak úgy kéne, vagy kell szólnia. Tehát a belső elképzelés és a dolog belső lejtése és logikája is összekapcsolja a dolgokat, nem csak az, hogy ragasztóval összeragasztok két hangot. Most ugye a koncert részben el fogod játszani a Chopin opusz 15-ös numero 1-es F-dur nocturnjét, aminek az elejét azért érdemes szerintem megmutatni most itt, mert ez bizonyos értelemben a vegytiszta dallam, nem? Vagy szóval, hogy a lehető legegyszerűbb formája annak, hogy hogyan kell egy ilyen álmodozó, egyszerű kísérlet. Igen, szóval tulajdonképpen nagyon hasonlít ezekre a zenékre, amiket hallottunk, csak finomabb egy kicsit a felrakása is, tehát az, hogy a szólamok viszonya, és a harmóniák feltétlenül finomabbak, szóval, hogy több rétűek. És például az, hogy egy hosszú hang alatt mit tud csinálni, ugye mert hát az énekes azt tudja színezni, valamit tud csinálni, hogy irány a lejtése maradjon a hosszú hangnak. A zongorista csak akkor tudja, hogy a kíséretben történik valami, esetleg egy változó harmónia. Szóval, hogyha... és akkor közben változtat egy harmóniát, ami átszínezi a képzeletünkben azt a beat,
ami egyébként nem lenne olyan érdekes, hogyha... Vagy pedig... És még mindig ott van, de már más az értelme. Hát ilyen, rengeteg ilyen trükk, amitől éneklést hallunk akkor is, hogyha hát ez lehetetlen egyébként. Meg pláne nem. Még nem. Na. Az jutott eszembe közben, hogy persze nagyon más zenei világ, de valahogy van ebben valami mozarti, hogy elindul egy ilyen naív egyszerűségből, és közben folyamatosan, tehát ha az ember felületesen hallgatja, akkor egy ilyen gyönyörű dallam, hogy bontakozik kifelé. És ha az ember figyelmesen hallgatja, vagy pláne esetleg, nem tudom, zeneértő, akkor egyszer megdöbbentő, hogy tényleg 8 ütemben mi mindent pakol bele, és hogy ez, amit ugye Mozartot érte gyakran kritikaként, hogy túl fűszeres a zenéje, szóval ez is, amit egy ilyen fűszer, nem? Ezek a fűszer, harmonikák. Igen, fűszer. Na most ugye ezeknek a nocturnöknek ugyanúgy, ahogy a Schubert empromptüknek, meg a románcoknak, meg nem tudom, ugye ez az úgynevezett ABA, vagy dalforma a legjellemzőbb szerkezeti felépítése, tehát hogy van egy nagy rész, aztán jön egy másik rész, és a nagy rész visszatér díszítve, vagy kevésbé díszítve. Itt nagyon érdekes ebben az F-dur nocturnben, hogy a középrész ez egy nagyon drámai, olyan egy kicsit, mintha volna egy szép álom, és aztán jön egy rossz álom, vagy szóval, hogy egy pillanatra megmutatod ennek a kezdetét. És ugye azt hiszem, hogy ennek a visszatéréses formának pontosan ez a varázsa, hogy visszatérünk, de ezután a középrész élmény után már más, nem lehet, más lesz. Az már mást fog jelenteni. Szóval igen, valahogy a, igen. Nem tudom, az emlékezés mechanizmusa működteti ezeket a formákat. Ugye ez egy 1832-es, tehát viszonylag korai nocturne, a másik, amit most majd játszani fogsz, a H-dur nocturne, az viszont az utolsók egyike, és hát azt lehet mondani, hogy azért ez egy másik dimenzió, nem? Igen, szóval nagyon, nagyon más szerkesztésmódja van, és más hangvétele, sok minden más. Mindenesetre ott már nem ez a belcanto új nocturne stílus izgatta Chopint. Szerintem az egyik legjobb példája arra, hogy hogyan improvizálhatott Chopin. Tehát egy ilyen elképesztően közvetlen, oldott, beszédszerűbb, tehát nem annyira, vannak ilyen nagyon énekelhető részei, de ez nekem inkább beszéd. És hát aztán van az a fantasztikus középrész, a végtelen dallama. Egy picit mutatom az elejét ennek a H-durnak. És hogy gyönyörű, mert itt lesz egy ilyen kétütemes kis prelűdünk, ami mint egy függöny így, vagy nem is tudom, mint egy főcím, hogy most úgy átlépünk az álomvilágába, a valóságból. Esetleg ez akkor is jó, hogyha előtte egy másik Chopint játszok, és akkor az átmodulál.
hangosabb rész, ami egyszerűbb, és a lejtés az a bizonyos nocturne-szerű lejtés. De most nem akarom az egészet eljátszani. És akkor van a középrész, ami hát egészen megdöbbentő, mert ott tényleg azt lehet érezni, hogy egyszerűen nincs vége a dallamnak. Igen, igen. Nagyon érdekes, mert én csináltam közreadást, ezt a darabot is, ennek is csináltam közreadását, és akkor az ember végignézi a kéziratokat, és megdöbbenve láttam, hogy hát a közreadók, akik eldöntik, hogy egy évnek itt legyen a vége, vagy ott legyen a vége, hát senki nem tud semmit, ezek teljesen esetleges dolgok, mert a Chopin így ír egy évet. Beragadt a ceruzája? És akkor egy picit esetleg ott meginok, de aztán írja tovább, tehát gyakorlatilag nem megy le sehol az ívnek a vége. Egy levegő. Tehát igen, tehát itt egy olyan legátó vonal, ami vannak észrevétlen formai határok, de azt ő próbálja eltüntetni. Tehát egy ilyen bolyongás az egész. Igen, és azon gondolkoztam, hogy amikor dallamilag az ember akár úgy is érezheti, hogy lezár, akkor biztos, hogy a harmónia fog úgy bemozdulni. Igen, tehát valami mindig cselesen tovább viszi a dolgot. És most azon is gondolkodtam, hogy akkor ez most ének vagy nem ének, tehát hogy ez énekelhető. Persze nagyon dallamos, de valahogy azt érzem, hogy itt inkább egy ilyen belső monológ. Szóval egy ilyen tűnődés, egy ilyen, hát ahogy az ember éjszaka néha ugye gondolkodik dolgokról. Igen, egyébként ugye ez a gyönyörű, tehát abban, amit a Liszt ír a Fieldről, hogy önmagának énekel, hogy az éjszaka az, amikor tényleg az ember fölébred, és lehet, hogy ott van körülötte a családja, de mégiscsak teljesen egyedül van, mert mindenki alszik. És ez a befelé forduló, magányos, nem tudom, élethelyzet, ez az, ami ezekben a zenékben egészen különös módon van meg. Igen, igen. Mutatsz egy kicsit ebből a középrészből? Pont ezt akartam mondani, hogy amikor ugye beszélgetünk, hogy akkor válaszoljuk, hogy melyik részek legyenek, igen, és akkor igen. Én írjam meg, hogy hányadik ütemtől hányadikig, és nézegettem, hogy ezt most hol szóljak, igen, hogy, lehet abba hagyni. Hogy hagyd abba. Szóval nem lehet abba hagyni. De ez a felébred éjszaka, most csak azért, mert most tudtam meg, hogy a költészet napja, és hát akkor ugye ott a hajnali részegség osztolányi, szóval az is ugyanaz. Igen, igen. És hát ide fogunk majd kiukadni, hogy tényleg ott az ember egyszer csak a transzcendenciával tud találkozni az éjszaka közepén. Na most ugye azért a romantika korszakát nagyon sokféleképpen megszólította, vagy megihlette az éjszaka, és a koncert részben majd fogsz játszani ugye Schumanntól két tételt, egy olyan sorozatból, aminek a Nachtstücke, vagyis éjszakai darabok címet adta. Mivel nagyon megy az idő, csak egy pici részletet mutassunk ebből a két tételből. Ugye ez egy érdekességként mondom el, hogy ugye Schumannnak mindig óriási nehézséget jelentett a címadás. Valószínűleg azért, mert túl intenzív volt a képzeletvilága. Szerintem annyira sok minden jutott eszébe, hogy nem tudta, hogy melyiket tegye rá. És ugye végül is ő Nachtstücke címen adta közre ezt a négy darabot, de, és a négy tételnek nincs címe, de eredetileg ez négy karakterdarab volt, és ebből ugye az első kettőt halljuk majd most. Az elsőnek az volt a címe, hogy Trauerzug, tehát gyászmenet. A másodiknak meg az volt a címe, hogy eredetileg, hogy Kuriose, Versammlung, vagyis különös gyülekezet. És mind a kettő kicsit ilyen álomszerű kép, nem? Szóval egy álomszerű... Igen, én most ezt tőle tudtam meg, hogy ilyen terv volt a címadásra. Nem tudtam, hogy gyász
gyászmenet. Tehát gyászinduló jellegű, de az biztos, hogy nem gyászinduló. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy mi gyászolunk valakit. Nem, hanem inkább látunk egy gyászmenetet. Hanem valami fura menet, és tényleg nagyon fura. Tehát majd, hogy ez mitől fura, erre több idő kéne majd, amikor végigjátszom, akkor derül talán ki. De szóval több minden miatt. Szóval van egy monoton jellege, ugyanazt halljuk nagyon sokszor, és akkor egyszer csak, amikor 12. alkalommal játszom el, akkor valami őrület lesz belőle. De egyéb furaságok is vannak. Például a legvégén ugye megy a menet, tehát így indul a darab. És a tétel legvégén távolodik ez a menet, és mi történik? Kihagy, mint egy ilyen optikai... Úgy ébredezik, nem az álomból, vagy nem tudom, úgy eltűnik ez a... Hát szóval, hogy kibaradnak azok a hangok, tehát lyukacsossá válik a kép. Lehet, tehát, hogy ébredsz föl, és akkor igen, és az álom válik. Is, igen. Igen. Igen, nagyon érdekes. Vagy egy eltűnő kép, ahol már csak minden második figurát látsz. Igen. És ez a másik darab, a második darabja ennek a sorozatnak, ez a különös gyülekezet, ez meg... Én azon gondolkoztam, hogy ugye nagyon amorf valahogy ez a tétel, tehát egyrészt jó Schumannnál az ember úgyse tudja beszuszakolni ezekbe a hagyományos formasémákba a zenét, de ez valahogy különösen, szóval annyira, nem tudom, össze-vissza, vagy olyan nagyon sokféle ötlet jön egymás után, tényleg mint egy álomban, hogy ahol az embernek tényleg az elmúlt nap élményei a legirracionálisabb formában rakódnak össze. Igen, most az az érdekes, hogy az alapanyag az tulajdonképpen nagyon egyszerű. Tehát ugye ilyen Beethoven hagyomány után egy nagyon egyszerű akkordmenet. Csak, tehát ez az elem, ez egyszerű magába, akkor berak még egy egyszerű elemet, és aztán valahogy úgy keveri egymás után ilyen kaleidoszkópszerűen, hogy egész meghökkentő pillanatok vannak benne. Tehát, hogy most akkor hogyan? És ez az érdekes, hogy lenne egy jó kedve ennek a tételnek, ami, és akkor az ember elkezd gyanakodni, hogy most akkor miről van szó. Tehát egy ilyen furasága van az egésznek. Igen, de az álom is ilyen azért, az ember néha nem tudja, hogy ez jó álom volt, vagy rossz álom, szóval... Igen, igen. Azokat a pillanatokat akkor próbálom megmutatni, amikor ezek a törések vannak. Szelíd változata. Szóval szelíd, de azért elég rejtélyes dolgok történnek, mert... Itt nem tudjuk, hogy mi van. Itt aztán végképp nem tudjuk. Akkor, mintha semmi nem történt volna. Elrévül valahogy. Akkor egy vicces dolog lesz. Megint egy fura esemény. Itt is nem tudod abba hagyni, szóval... mármint hogy nincs vége. Igen, szóval egyik mindig, gondolat mindig jön a másikból. És cicakban. Igen. Tehát ugye a Chopin és aztán egyéb szerzőknél ezek ilyen hullámok inkább, és itt mindig ilyen éles váltások vannak. Mindig így ilyen kézifékes fordulóval veszi be a kanyarokat Schumann. Ugye a koncert részben elhangzó további darabok azok mind 20. századiak, de elég különbözőek, hát az egyik
Forénak egy nocturne, ugye az utolsó nocturne, ami az egyik legutolsó zongoradarabja egyébként, vagy talán a legutolsó zongoradarabja, és hát azért ez már nem az a nocturne, ami a, nem tudom, Chopin meg Field féle, vagy akár Liszt féle nocturne. Tehát ugye a korai nocturnjei azok még eléggé ebben a hagyományban indulnak, ugye az 1870-es években, és hát az utolsó az már 1921, az már egy teljesen másik világ. Igen, nagyon érdekes, késői Fauré engem nagyon, nagyon izgat mindig a zenéje. Ő tanára volt Debussynek, de nem szerették őt, mert nagyon konzervatív volt, nagyon jól megtanította, amit meg lehet, tehát formatant, összhangzattant, fantasztikus modulációi vannak, és tulajdonképpen konzervatív volt mindig, még ezekben a késői darabjaiban is, és mégis van egy ilyen különös, egész misztikus világa, ami sehova nem sorolható. Hát most nincs idő jobban belemenni, ebbe talán elég lesz, hogyha majd végigjátszom a darabot a második részben. Igen, és hát aztán ugye a másik két szerző talán erősebben kapcsolódik egymáshoz, és már messze kilépnek a nocturne hagyományból. Ugye Janáčeknek a Bagoly nem repült el című tétele a Benőtt ösvények, vagy a Múlt benőtt ösvényei című sorozatból, illetve hát az egész, tulajdonképpen a koncert címét adó Bartók mű a Szabadban című sorozatból, az Éjszaka zenéje. Ugye mind a kettő zenei szempontból talán azért érdekes, mert nagyon különböző karakterű zenéket tesz egymás mellé, és mind a kettőben valahogy azt érzem legalábbis én, hogy ott van az ember, és ott van a természet. Tehát, hogy Bartóknál rétegzettebben, mint Janáčeknél, de Janáčeknél is nagyon erősen esetleg megmutatod Janáček tételnek ezt a két rétegét? Banális témák, de ahogy összerakja az egészet, az a végeredmény az egészen különös. Most ezt nem tudjuk, ez csak akkor derül ki, ha végig is játszanám. Igen, meg ugye itt ennél az ilyen indulószerű, vagy nem tudom, ugye itt van egy ilyen törés a közepén, igen, amiben ez a Bagoly huhogás később aztán, igen, bejön. Szóval nagyon érdekes, ahogy Rétegek egymásra. A rétegek egyrészt külön is vannak, meg, igen, egymásra is épülnek. És a Bartók darab az tulajdonképpen ugyanez. Igen, ebben hasonló, hasonló, és hát a természet fontos volt, és összekapcsolhatja. Hát a Bartók az tényleg az egyik csúcs a Bartók zenében is. Tehát... Igen, egyébként ezt hadd mondjam el, ami nagyon érdekes, hogy ugye ez a bizonyos zongorás évben született 1926-ban, amikor hát rengeteg zongora művet írt, szerintem abszolút, ja, értékben is, de hát a saját termékenységének a tempóját tekintve meg különösen. És ugye ez egy szerzői esten hangzott el 1926. decemberében először, ahol a szonáta is elhangzott, de a Tóth Aladár az hosszabban írt az Éjszaka zenéje tételről, mint a szonátáról. Tehát, hogy ez valami olyan hatást gyakorolt már a közvetlen kortársakra is, ami szerintem máig egyébként így van. Szóval, hogy... Igen. És ugye ez a hang, ami itt megjelenik, ez rengeteg, hát a vonós négyesekben, a zongora versenyekben, szóval gyakorlatilag a kékszakálú herceg várában, tehát ez mindenhol ott van valahogy Bartóknak ez a fajta természetzené, ami vagy az éjszakával függ össze. Igen, igen, ez egy nagyon fontos darab, de valami olyasmit talált meg benne, ami talán még a legjobb darabja is nagyon ritkán, szóval egy egész különös dolog. Nekem a fő kérdés a darabban, ugye vannak ezek a rétegek, és hát... Megmutatod? Igen, és majd utána tesszük fel a kérdéseket. Jó, jó. Tehát... És nem válaszoljuk meg őket. Hát nem. Legfeljebb kérdezhetjük. Igen.
első réteg. És ugye ez mindenféle zajok jönnek aztán és majd És aztán később. Jönnek a zajok, én inkább négy réteget mondanék, uh-huh. mint hármat, tehát ez az alap, ugye? Ez a természetnek a... Hát, vagy az anya mondjuk a természet. Föld, ahol állunk, vagy valami, uh-huh. valami hasonló gondolhatok róla. Ugye itt négy hang variálódik, és van egy ötödik alap, és a négy hang az mindig más permutációba. Tehát nagyon egyszerű lépések, ilyen, hogy is mondjam, ilyen alap. Szóval a... Igen, ez ennél tovább nem lehet redukálni a dolgot. Igen. Tehát a párlat, vagy nem tudom. Igen. És hát akkor vannak a zajok, amiről ugye nagyon sokat értekeztek, hogy akkor most ezek békák, tüskök, bogarak, mindenféle... Igen, ez ugye egyébként Bartók fiaitól jön ez a gondolat. Igen, hogy igen. Szóval ezt a családilag megvitatták, mindenki tudta, hogy melyik milyen béka placsanás. De valószínűleg igen, nem ez a legfontosabb. Azért mutatom ezeket, de persze fontos, csak nem az a fontos, hogy béka a tücsök. Igen. És akkor van a harmadik réteg, és hát talán az egész darab ettől ilyen nagyszerű, mint amennyire. Most először eljátszom, aztán tűnődünk azon, hogy ez mi egyáltalán. Elkezdtem olvasni a nagy magyar Bartók kutatók, miket írtak, és tehát nem volt le az érdemeikből, itt nagyszerű emberekről van szó, de nem egyeznek meg. Tehát valaki hát, egyébként ez a csodálatos a zenében, hogy tehát ugye ez most, hogy ez sirató, vagy igen, korál. Igen, sirató, vagy korál. Vagy na most korálszerű ugye, sirató. Igen. Na most, tehát nyilván van alapja annak, hogy siratónak nevezik, mert egy sirató típusú dallam, gondolom. Na most, hogyha ez egy szólamban lenne, és gyorsabb tempója lenne, akkor nyilván tényleg sirató. Azt elhiszem, de hát szóval... Igen, ráadásul ugye a hangzás nagyon érdekes, mert van ez, ez az alap, ez a természet, az anyaföld, vagy nem tudom micsoda, ami ugye a lehető legszűkebb, hát csupa kis szekund egymás mellett, ugye ez egy hangfűrt, egy klaszter, ami végig ott van. És amikor ez a dallam megszólal, akkor egyszerre csak ugye egy ilyen, mint az űr, vagy nem tudom, hogy... Tágas. Hihetetlen tágas. Attól, hogy három oktáv különbségbe rakja, ad egy tágasságot, attól is, hogy az anyagok egymáshoz hogyan viszonyulnak. Na most olvastam, hogy akkoriban volt Bartóknak egy német nyelvű előadása, amiben arról szólt, hogy nem is biztos, hogy a hangok magasságok a legfontosabbak, hanem bizonyos sűrűségek, egymáshoz képesti sűrűségek. Tehát ez foglalkoztatta őt akkor. És hát van egy negyedik réteg, ugye van egy ilyen furúja szó. És akkor ott a negyedik réteg. Csak most még egy pillanatra visszatérve erre a korál vagy sirató, szóval én mindenképpen egy ilyen hát kozmikus hangot érzek ebben. Tehát ettől a tágasságtól, és ezt nehéz megmagyarázni, hogy miért érzem ezt.
de van, aki azt írja, hogy ez a magányos ember, én nem érzem annyira ezt a magányos embert ebbe. Szóval, hogy hát igen, ugye az egyik elmélet, igen, ugye, hogy van a természet, van az ember a társadalomban, az volna ez a népdal, a tilinkó, amit még nem hallottunk, majd mindjárt megmutatod, és akkor van az individuum, amit pedig ez a... Én azt gondolom, hogy ugye tekintettel arra, hogy a Bartók ezzel kapcsolatban semmit nem mondott, mert nem volt szokása. Mondott. Hála Istennek egyébként, mert ezzel nem köti meg a fantáziánkat. Tehát itt azt hiszem, hogy tényleg bizonyos értelemben, és ezzel persze megúszom az értelmezését a darabnak, de hát a mindenség, szóval ebben minden ott minden, van. Igen, tehát ez a négyféle dolog, ez kiad egy ilyen mindenséget. Egyébként hadd idézzem ezzel kapcsolatban a Tóth Aladárt, aki azt írta ebben a kritikában, hogy valami sírást és távoli kósza muzsikát, madárzenét, csillagzenét, majd az éjszaka fenséges himnuszának nyugalmasan megcsendülő transzcendentális melódiáját, mindent, amit csak el tudtok képzelni, kileshettek ezekből a hangokból. Ez nagyon szép. Ez nagyon szép. Szóval, ma már nem szokás ilyen szépen írni a tudósoknak. Igen, lehet, hogy azért, mert nem tudunk. De ezt... nem tudom, hogy miért. De ez egy, igen. Idézek egy szép mondatot, mert a Talján Tibortól néztem, hogy a furia szó, amit most fogok mutatni, hogy ő mit mond erre, azt mondja, csillagok alól, távolról odafújt furia szó. Igen, szóval az érdekes, hogy ugye az ég is ott van valahogy. Igen, ott tényleg van. Szóval biztos, hogy ott a tágasságtól. Van. Igen. Mindez valószínűleg akkor érdekes, ha mind a négy réteg megszólal, majd a teljes darabban. Igen, és hát azon gondolkozom, hogy végül is, hogy az éjszaka ezzel a, ahogy úgy belepi a természetet, meg a sötétség, szóval, hogy tényleg minden ott van, és ezt egészen különös módon ragadta meg Bartók. Jó, hát most tartsunk egy szünetet, most negyed óra szünet után, vagy nagyjából negyed óra szünet után, akkor mindezeket a műveket egészében is meghallgathatjuk az éjszaka zenéit Chopintől Bartókig.
Thank you.